Terror készültségbe helyezték az amerikai biztonsági szolgálatokat Los Angelesben. Fokozták a rendőri jelenlétet az elővárosi vasút és a metró teljes vonalán, valamint az összes megállóhely környékén. A bűnüldöző szervek sajtótájékoztatón tudatták a közvéleménnyel, hogy egy még be nem azonosított külföldi országból érkező fenyegető telefonhívás miatt emelték a készültséget. Az FBI illetékes elmondta, hogy az ünnepek idejére egyébként is fokozott éberséggel készülnek a fokozott veszélyre. Mivel ezúttal konkrét fenyegetés érkezett, kötelességüknek érzik ezt megosztani a nyilvánossággal. Az ismeretlen telefonáló azt mondta, hogy értesülése szerint a Los Angeles belvárosát az északi városrészekkel egy Hollywooddal is összekötő úgynevezett Red Line vonalon terveznek merényletet terroristák. Ezen a vonalon naponta 145 000 ember utazik Los Angelesbe.